Sziasztok, Lábas Norbi vagyok, köszöntelek benneteket a következő vadvízi amúr horgászatom alkalmával, aminek helyszínéül most egy vadregényes csatornát választottam. Csatornai amúr horgászat során is, mint minden más vízterület esetén, a helyválasztás el fogja dönteni, hogy fogunk-e halat, vagy pedig sem. Pontosan emiatt több szakaszt is végigjártam, mielőtt erre a helyre esett volna a választásom, és olyan helyeken fordultam meg, ahol tudom, hogy sokszor fogtak már a korábbi években is, illetve idén is amúrt. Azért szakaszokat jártam be, és nem csak egy-egy helyet néztem meg, ugyanis a aszályos idő miatt jóval alacsonyabban van a csatorna szintje, mint az a megszokott, és éppen ezért bizonyos szakaszon nagyon jól koncentrálódik a hal, és bizonyos szakaszokról, mintha eltűnt volna. Pontosan emiatt arra a helyre esett most a választásom, ahol már a korábbi években sikeresen horgáztam, és úgy voltam vele, hogy ha esetleg itt nem sikerül halat fognom, akkor tovább keresgélek, és tovább megyek. Megérkezésemkor szembesültem azzal, ami mondhatom azt alá, hogy a csatornai horgászat szépsége és bosszúsága is egyben, hogy a helyet azt ki kellett takarítanom. Egy órányi kőkemény hínár szaggatás, tolás és pucolás után nézett ki úgy a hely, mint ahol lehet is horgászni, és ezt követően nem nagy mennyiséget, de egy körülbelül 1,5-2 kiló tigrismagyarót beszórtam a horgászni kívánt helyre. Előtte, mivel már vízben voltam, és tudtam, hogy nincs benn mély víz, be is mentem, és kitapogattam lábbal, hogy hol vannak a kemény részek, és ide szórtam be a megfőzött és megerjesztett tigrismagyarót. Mire minden fontos dolog a helyére került és a botok beélesítve várhatták a kapást, már bőven sötét volt, úgyhogy a sátorba bújva próbáltam kivédeni a szúnyogok támadását és vártam a kapást. Az éjszaka egy-két harcsarablást eltekintve igen csendesen telt, azonban hajnal 4-kor egy nem túl határozott, de lassú húzós kapásra emelhettem föl a botot, és sikerült kifárasztanom egy gyönyörű szép 15 kiló körüli amúrt. Fantasztikus csatorna lakó torpedó. Fú. Nagyon örülök neki. Jó nehéz.
a víz rettentő nagy mennyiségű hénárt hoz szinte folyamatosan, éppen ezért zsinórsüllyesztő használata nélkül elképzelhetetlen itt a peca. A végszerelékem az nagyon hasonlít a Dunán használt amúrozó végszerelékhez, azonban az egyik különbség az az, hogy itt egy természetes, borítású, nagyméretű grippaolmat használok, ami a pecaláz terméke. Ami még különbség, hogy a horogelőke hossza az jóval rövidebb, nagyjából 18-20 centi lehet, és korábbi évekhez képest most elhagytam a fluorokarbont, és egy viszonylag lágy fonotra kötöttem fel a 4-es méretű crank formájú horgomat, és az előkét azt középen egy ólommal még lesúlyoztam. Ez a rövid előke és a középen való lesúlyozás az a minél hamarabbi akasztás véget van, ugyanis az amúrok itt azért már elég gyanakvóak és kitanultak, minél hamarabb bele kell húzni a horgot a szájukba. Az amúr visszaengedése után egy pár lapáttal ráetettem a helyre, azonban a nap során erre, illetve ennek a pótlására már nem volt szükség, ugyanis az amúrok egyáltalán nem mutatták magukat, sem kapásom, sem pedig amúra utaló jel nem volt. Délután közepén Attila barátom, akivel ezen a helyen együtt szoktunk horgászni, betársult hozzám, így a második éjszakát azt már együtt kezdtük meg. Az ő botjai is a helyére kerültek, az enyémeket is frissítettük, ráetettünk egy picit, és vártunk. Miután a botjaink a helyükre kerültek és beélesítve várhatták a kapást, úgy döntöttünk, hogy megvacsorázunk, és nagyon reméltük, hogy az amúroknak megterített asztalon is megjelennek majd az éhes szájak, amire egészen éjfélig kellett várnunk. Kicsivel több mint 24 óra után megérkezett a második csatornai amúrom is. Fú, nagyon boldog vagyok, mindenféle előtetés nélkül jött, illetve mindenféle előtetés nélkül horgászom most itt, úgyhogy azt gondolom, hogy ismét egy fantasztikus ordvízi amúr horgászatom van, és remélem, hogy még lesz is. Így is lett, bent maradt botommal egy hab brutálisan elfüstölt, olyan szinten elrohant, hogy melles csizmába kellett ugranom, és utána kellett mennem. Kérem a botot, a tudatot. Jó. Hát ez 20 plusz. Thank you.
megérkezett a csatornai 20 plusz, éppen hogy 20 kiló felett van, de se baj, hatalmas hal, fú, nagyon boldog vagyok. Hát véget érte a két éjszakás amúrkaland itt a csatorna partján, ami azt gondolom egy olyan eredménnyel zárult, amire nem lehet panasz. Két éjszaka alatt három nagytestű kapitális amúr került partra, amiből egy gyönyörű szép amúr, az 20 kiló felett volt. Mindez nem jöhetett volna létre Attila barátom nélkül, aki második éjszaka csatlakozott be hozzám a horgászatba, és az ő segítségével sikerült a halakat megfognom, illetve a lehető legjobban megörökíteni. Úgyhogy Attila, nagyon szépen köszönöm a segítséget. Nincs mit. És gratulálok. Nagyon szépen köszönöm. Szép és azt is nagyon fogtál. Azt is nagyon szépen köszönöm neked, hogy megmutattad nekem ezt a helyet. Ugyanis azt el kell mondanom, hogy a horgászat megkezdése előtt nem ez volt az első hely, ahol én jártam. Végig jártam több ígéretes helyet is, és mivel sehol nem láttam amúrt, ezért ültem le ide, ugyanis ezt a helyet már valamilyen szinten ismerem, ugyanis eddig 20 kiló feletti amúrt is sikerült innen Attila barátom társaságában kifognom. Úgyhogy azt gondolom, hogy a jó helyválasztás a kulcsa az amúrhorgászatnak, és nem feltétlenül a hetekig tartó előetetés, ugyanis itt mindenféle előetetés nélkül kezdtem meg a horgászatot. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, osszátok meg, iratkozzatok fel a csatornámra, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!